Szuszog, hogy miért szuszog ez ilyenkor? Jó, te el leszel egyedül az izé elől, vagy ki lesz elől? Csutak? Figyeljetek! Ügetőn trappolunk egyet, ügetőn kentrézünk egyet. Jó? Utána jössz ide, és jössz fokozatos egy pénteki melót. Tehát elindulsz erre a kézre, ráteszel egy kicsikét, és egyenesben meg úgy ráj. Ja, mind elmeséljék kell. Ugyanaz. Jó, jó volt mindegyik. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó, akkor tudunk mindent? Na várjál, és ők mit csinálnak, azt nem mondtam. Ti meg elmaradva jöttök egy izét. Jöttök egy überkét, jó? Vagy maradtok inkább az ügetőn? Ahogy megzavarjanak itt benneteket. Maradjatok az ügetőn, és menjetek még két kentrét. Figyelsz rám? Jó, ott maradtok az ügetőn, és még két kentrét az egy után. Hagyd dolgozzanak. Na. Na közben Pepperos barátom ledolgozott, ő az egyedüli holnapi futók közül, aki dolgozott ma. Akkor gyere Eptikével, Norbi! Pepperos. Hallod? Őt már le is lehetne mosni, jó idő van. Egybe van? Hallod? Mossátok le is, gyere Eptivel! Majd mondom mit. Tehát Standorter jön. Ott hagyja Icefogelt, Mátkát, és még egyet a túloldalon. Ugye ők akkor három kentrét mennek az ügetőn, de az ügetőn van egy trap, van egy kentre. Sendortel lelép, jó reggelt, lelép, és a hárman még ott maradnak, mennek két kentrét. Sendortel meg itt jön fel egy melót. Jön a Sternikénk. Ez az idén nem is futott, hogy hát nem, mert szarul, mindegy. Szlovákiában kurva jót futott, második volt képzel. Utolsó versenyével, hogy mi lett ott vele, vagy tetszett az a új pálya neki. De szép ló ez vezetni. De mindig friss, mi? Egy szusszanós, tehát érted? Elindulsz, a domb alatt galocs, über onnan, kanyar, jó über, és egyenlebe csak megmarkolod, de fogottan rácsettegsz, így suhanjon egyet föl, és nincs extra hosszú. Nem kell már, semmi. Na, így szoktam mondani, ott az. Nem jó doma? Nagyon Sternikénk. Gyere, aranycsillag! De jó vagy. Hát, ez nem tudom mi volt. Ez elég gyengén jött. Gyengén. Jó, hát hajtósló. Nagyon baj, mert Linek megrázza. Őli egyáltalán. Okos egy ember, de nem az. Nézd meg ezt a lovat. Láttad akkor, meg most nézed meg, mert nem igen láttad azóta. Milyen kisgyerekű rajta. Hát, aranyosak, mint a gyerekek. Na nézd meg most ezt a lovat. Úgy, de szép az. Na, és ez milyen csúnya volt. Az istálló pálya legcsúnyább lova volt. És nézd meg, hogy kézét, és hosszú távoló, azt is megmondom neked, és még mindig bébi. De nézd meg, hogy kéz mosodik szépen, jó mozgás.